A fájdalommentes életet biztosítja majd a májusi csehországi műtét az 5,5 éves kisújszállási Olá Noelnek, akinek egy ritka, gyógyíthatatlan betegsége van. Olá Noel 2015. április 1-én született, és pár hetesen egy vizsgálatból kiderült, mája nem funkcionál. A klinikán aztán újabb rossz hírt is közöltek a szülőkkel, agyhártyagyulladása volt gyermeküknek. Míg azzal kezelték, felkészítették őket a máját ültetésre. Mivel mindketten alkalmasak voltak rá, vállalták a németországi műtétet, ami végül elmaradt, mert a vérvétel eredménye nagyon jó lett. Mivel Noel nem lett jobban, újabb vizsgálatok következtek, és kiderült, gyógyíthatatlan betegsége van. A Niemann-Pick szindróma C-típusa. Ez genetikai eredetű betegség, hazánkban még egy kislánynak van mindössze. Niemann-Pick C-szindrómája van, ez egy genetikai betegség, és végül is ez okozta a máj problémákat. Csak szerencsére elkezdett javulni, és így nem volt szükség a máját ültetésre. Hát ez főként idegrendszeri problémákat okoz, és nagyon sok mindenre kihat, szemre is például szembénulást okozhat, emiatt nagyon sokat néz fölfele, de most per pillanat az javult neki. Hát a víztagjai nagyon feszülnek, emiatt egy gyűjtést szerveztünk Csehországban egy ulzibat műtétre, ahol hát végül is a letapadt izomrostokat fölvágják, és így a fájdalma is enyhülne. Szembénulást okozhat ez a Niemann-Pick szindróma. Most az alapgyógyszerét emelni kellett, és ezáltal a szemmozgásra egy minimálisan jobb lett. De még így is nagyon sokat néz fölfele. Így, míg 2 évesen motorozott, labdázott, ma már lábra sem tud állni, és folyamatosan görcsben van a keze és a lába. Az érintés is fájdalommal jár számára. Mozgatni kell, és minden egyes érintésnél a teste úgy reagál, hogy egy görcsbe befeszül. Ezt úgy kell gondolni, hogy a kézfejeit behúzza, ökölbe szorítja a kezét, lespiccel és teljes testében befeszül. És ez fájdalmas. Az elmúlt években sokat volt kórházban, most is onnan jött haza. Új epilepsziás gyógyszert állítottak be Noelnél, ami úgy tűnik jó lesz, hiszen most nyugodtabb. Most valami korai fejlesztés kap, ott ugye fejlesztik, próbálgatják. Minden nap itthon én is fejlesztem, de azért egy, aki hozzáért, csak jobban bírna vele foglalkozni. A szülők számára borzasztó látni, hogy fájdalmai vannak fiúknak. Ezt az izomsorvadása okozza, mivel az agya nem irányítja az izmokat, görcsben vannak a végtagjai. A gerinc melletti izmai sem működnek, ezért nem tud felülni, önállóan megfordulni sem. Már az öltöztetés is fájdalmat okoz neki, és csak gyomorszondán keresztül tudják táplálni. Ezt is hamarosan kicserélik, így újabb műtét vár a kisfiúra, akinek szülei keresik az új gyógy lehetőségeket, hogy Noel fájdalommentesen élhessen. Nagyon sok helyre ortopéd orvoshoz is, mert csípő problémák is vannak, mind a két csípője kint van. Hát ugye most az epilepsziás tünetek, ami most szerencsére 4 napja tünetmentes, rohammentes. Bízunk benne, hogy így is marad. Így találtak rá az ulzibat műtétre, amit Csehországban dr. Alexander Nazarkin ortopéd szakorvos végez. Május 28-a és 30-ra kaptak időpontot, ahol az izomletapadást, az izmok feszességét szüntetné meg egy orvos úgy, hogy eltávolítja a káros, letapadt rostot, ami akadályozza a mozgást. Ez tavaly kezdődött nálunk, hogy volt egy magyarországi család, aki volt már ezen a beavatkozáson a kisfiúka. Neki nem ez a betegsége, de a tünetek nagyon hasonlóak, ezek a feszességek, ezek az izomgörcsök, és ők sikerült nekik kijutni Csehországba, és ezt a műtétet elvégeztetni a kisfiún, és nagyon-nagyon nagy javulás volt a kisfiún. Elengedte, a kisfiú teljesen lelazult, a kezeit ki tudta nyújtani, az ujjait, cipőt lehetett ráadni. Ezek nálunk, ezek nagy dolgok, és ezeket mi is szeretnénk Noelnél elérni. És innen kezdődött az egész, hogy kutakodtunk, hogy akkor mi is ez a beavatkozás, és
tavaly elkezdtük a konzultációkat, hogy hogy lehetne ide kikerülni, bekerülni, és az orvosok, akik csinálják ezt a beavatkozást, tartanak konzultációkat egyes országban, és Magyarországra is szoktak jönni, és első körön ide szerettünk volna bekerülni hozzájuk, hogy tudjunk velük beszélni, de sajnos ezt a vírus keresztül húzta. De e-mailen sikerült elérni őket, és két ünnep között kaptunk egy olyan e-mailt, hogy Noelt megnézték, és akár mehetne is ez a beavatkozás, és küldtek időpontokat, és mi a május 28-a időpontot választottuk. Volt márciusi, áprilisi, május, június és július 5 időpontot kaptunk. Próbáltuk belőni a közepét, hogyha véletlen a márciusit nagyon hamar, vagy korainak tartottuk, ezáltal még a vírus még azt szerintem oda nagyon beleszólna. Itt a májusban bízunk, hogy ott már nagyon nem fog minket akadályozni ez az állapot. De ha véletlen a májusi nem sikerülne, akkor még talán a június-július időpontra még be tudunk férni. És hát végül is most a május 28-tól 30-ig lennénk odakint, hogyha sikerül. A másfél milliós műtétre nincs TB támogatás, így az édesanyja közösségi oldalán kért újabb segítséget, hiszen többször sikerült már itt összefogni Noelért. Erre a tünetre a megoldás, ez az, amit most, amire egy kis gyűjtést próbáltunk szervezni. Ezt egy doktor végzi Csehországban, egy ortopéd szakorvos. Ez egy Nazarkin nevezetű beavatkozás, ami azt akarja, hogy egy nagyon vékony kis szikével fölvágják azokat az izomrostokat, amik ezt a feszülést fájdalommal átalakítják, ezáltal az egész teste fel kell, hogy lazuljon. És sajnos ezt csak két orvos végzi, az egyik Miládomban, a másik Csehországban, és ugye a csehországi az elérhetőbb nekünk, és ezt szeretnénk most nála alkalmazni, hogy hát, ha ez segítene a mindennapjaiban. 19 nap alatt hihetetlen, példamutató összefogással már több mint 1,6 millió forint gyűlt össze, így megvan a műtét ára. A többi pénzt pedig majd a rehabilitációra fordíthatják a szülők, akik remélik, hogy a műtét után találnak olyan speciális gyógytornászt is, aki otthon segít majd nekik Noel átmozgatásában. A kapott támogatásból erre is jut majd pénz, és így Noel számára biztosított lesz a fájdalommentes élet.